Sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket a Napfel legújabb adásában. Ma egy igazán fontos témáról és egy igazán fontos eseményről lesz szó, a Preventív Családi Napról. A vendégem pedig dr. Barna Ilona, a Preventív Praxis Közösség szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen vagyok itt. Először is szerintem beszéljünk arról, hogy mi is ez a Preventív Praxis Közösség. Bár beszédes a név, mi a működésüknek a célja, miért jöttek létre? Így, ahogy mondja, valóban beszédes a név. A Preventív Praxis Közösség az Magyarországon egy egyedülálló praxis közösség, hiszen 5 darab gyermek családorvos és 5 darab felnőtt praxis állt össze, tehát 10 vagyunk orvosok ebben a praxis közösségben, aminek a célja pontosan az, hogy egy prevenciós ellátást adjunk az egész életívben, tehát egészen gyerekkortól az akkorig, és ezért nagyon fontos a gyerekgyógyászokkal való kapcsolat. A prevenciónak a lényege az, hogy már egészen kiskorban kiszűrik a gyerekgyógyászok azokat a gyermekeket, akik valamilyen rizikofaktorral rendelkeznek. A védőnökkel karöltve elkezdik a prevenciós munkát, kiszűrik a túlsúlyosokat, az esetleges magas vérnyomást, a különböző rizikofaktorokat, és már elkezdik a családokat ránevelni az egészséges életmódra. Ettől az egésztől azt várjuk, hogy amikor ezek a gyerekek felnőttek lesznek, és átkerülnek a felnőtt családorvosokhoz, akkor már ez a prevenció, ez mintegy a családoknak az élete részévé váljon, és a felnőtt házi orvosnak továbbra is már kezelni lehet ezeket a betegeket, tehát nem vesznek el abban a 20-30 éves korban, amiben egyébként a többieknél föl sem fedezzük még ezeket a rizikofaktorokat. És hát reméljük, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy 10-15 év múlva ezek a fiatal felnőttek sokkal egészségesebbek lesznek, és később, idősebb korban sokkal később kapják meg azokat a Magyarországon meglévő népbetegségeket, amik ellen tudunk így küzdeni. Tehát ez jelenti az ívet a preventív szóban. Ebben a munkában óriási feladat az, hogy az egész családot megmozgassuk, és ezért nagyon nagy öröm számomra, hogy lesz vasárnap, szeptember 20-án ez a családi nap, ahol pontosan erről fog szólni az egész nap, hogy mozgunk, egészséges táplálkozásról kapunk információkat. Reggel kezdődik egy lehetőség, amikor együtt lehet tornázni a díszvendéggel, Rubint Rékával. Nyilván ez inkább a fiataloknak érdekes. Az idősebb generációnak lehet vércukormérés, zsírmérés, vérnyomásmérés, a különböző rizikofaktorok felmérése, amit a kollégáim fognak ott a helyszínen csinálni. A fiatalokat, a gyerekeket el lehet hozni, lesz ilyen buborékfoci, 11 óra körül indul egy sárkányhajózás, ahol az egész családnak részt lehet venni. Tehát azt próbáltuk bemutatni ezzel a családi nappal, hogy tényleg minden generáció megtalálja a maga szórakozását. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy jó idő legyen, és minél több résztvevőt tudjunk köszönteni. Facebookon van egy Facebook oldalunk, ez a preventivpraxis.hu, de hogyha rámennek a preventív családi napra, ott is lehet előzetesen regisztrálva jelentkezni, de a helyszínen is lehet jelentkezni, és természetesen ingyenes az egész családi nap. És ezekre a programokra, amiket említett, azokra külön kell regisztrálni, vagy nem, egyszerre, egyszerre. És mik még a pontosabb információk? Hol lesz, mettől meddig fog tartani? Reggel 9 órától délután 4 óráig fog tartani, 9 órakor kezdünk ezzel a bizonyos tornával, Rumint Rékával, amit már említettem, de a regisztráció el fog indulni 8:30-kor, természetesen a járványügyi helyzetre való tekintettel, kézfertőtlenítés, a maszkot azt kötelezővé tesszük, tehát csak azzal lehet látogatni a rendezvényt, és nagyon vigyázunk arra, hogy a köhögési etikett is be legyen tartva, tehát mindenképpen vigyázunk arra, hogy itt semmilyen fertőzés ne legyen. És az eddigi eseményeik azok hogyan sikerültek? Az eddigi események népszerűek voltak. Volt egy Tari Anna Mária előadásunk az ősz folyamán, ami nagyon népszerű volt, ami arról szólt, hogy az online kommunikáció hogyan változtatja meg a családok életét, és egyébként pedig az egész praxis közösségi munka az arról szól, hogy ehhez a 10 háziorvoshoz tartozó betegek elmehetnek a háziorvoshoz, ott egy bizonyos prevenciós rendelésen vesznek részt, ami azt jelenti, hogy 20-30 percig vagy egy óráig csak vele foglalkozik a kollega, és az összes rizikofaktorával, összes problémájával gyakorlatilag ráfókuszálunk, és ezután, miután történik egy rizikóba való besorolás, elmehetnek ezek a betegek teljesen ingyenesen, hangsúlyozom, egyéni gyógytornára, csoportos gyógytornára, dietetikushoz, speciális életmód tanácsadásra, ha akar csoportosan, ha akár egyénileg, tehát gyakorlatilag egy komplex csomagot adunk, amivel a prevenciós tevékenységet erősítjük.
Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta, és elfogadta a meghívásunkat. Én vasárnap biztosan ott leszek a családban. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Remélem találkozunk a következő adásban is, és vasárnap is. Köszönöm szépen. Sziasztok!